András Falvi professzor lélekemelő előadásán hallhattunk mai világunk fő problémáiról, összehasonlítva, hogy a régi időkben mennyivel gazdagabb élővilág, milyen bőséges sok természeti kincs volt, az akkori emberek szokásai, értékrendjük, egyszerű megoldásaik a mindennapi dolgokban sokkal élhetőbbé tették a világot számukra. A középkorban, még mielőtt nem lett pusztítóvá a nagyuraknak a profitéksége, csodájára láttak Magyarországon a középkori emberek. Ja, hát az egy édenkert. Ott minden van. Gyönyörű. Ott egy folyó áll, két rész vízből és egy rész halból. Ennyi halat, hogy csak Norvégiában látok, de a Norvégiában a kenyér helyett is halat esznek, de Magyarországon mindenféle zöldség, a gabonás egyebekben is. Csodálatos mennyiség. Ez ott az áttérgazdálkodás. És ebben minden gazdálkodás, ami a áttérintett, érintő folyó mentén folyt, közös volt. Nem volt felosztva, hogy most tiédet, most a lenyém, most nagy békén. Közösen gazdálkodtak. De egy Olá János nevezetű tanárember neki állt, és még az áttéri rendelések előtti termési összegeket összeírta, kiderült, hogy az ártérben majdnem tízszer annyi emberi érték termelődött meg, mint az azon létesített szántóföldön. Megtudhattuk, hogy a borzalmas menekülés közben a bukovinai székelyek hogy ragaszkodtak hagyományaikhoz, ezáltal maradhattak fenn ezek a felbecsülhetetlen értékű szellemi kincsek. Voltak olyan néprajzi csoportjaink, akik a nagyon sanyarú megpróbáltatásokkal, menekülésekkel, megaláztatásokkal kapcsolatos életükben még jobban ragaszkodtak a néphagyományukhoz, mert azt tartotta őket meg. Ilyenek voltak a bukovinai székelyek, akik 1764 óta négyszer kellett menekülniük. Ugye először Madéfalváról, akkor a háború alatt, első háború alatt a front miatt kellett elszaladniuk, akkor a 1941-ben, mikor visszakerült a délvidék a szerbek kezéből, németekkel együtt visszaállították a régi magyar határokat, akkor Bácskába telepítették a Bukovinából hozott székelyeket, akiket aztán 44-ben ugye, ha elérték őket, akkor lemészárolták. Mondom, a falu, ahol az összes férfi tagját elérték és kivégezték. És azok menekültek aztán Magyarországra, először Magyarországra, onnan kerültek Nyugat-Magyarországra, de már nem akartak ki tovább menni Németországba, akkor visszatelepítették, és így kerültek Bonyhád környékére is. Tehát nagyon sanyarú megpróbáltatásokkal és szörnyű vérengzésekkel vegyes életük volt, és mégis olyan gazdag néprajzi, népköltészeti gyűjteményünket tudtunk még összeszedni tőlük, aminek talán éppen ez volt az oka, hogy ezt tartotta őket. De mesélt még a bukovinai hagyományokról, őrzésük fontosságáról. A szeretet törvényének lényegességéről nem csak a művészetben, hanem életünk minden területén. Mert a művészetnek az egyik lényege a szeretet közlése, a közösség fenntartása és a közösség éltetése, a művészetekkel. És ahol ez nincs, ott szétesik a társadalom is. Ezt tudományosan bizonyították már például a Magatartástudományi Intézet Budapesten, hogy a magyar magatartásnak a lényege a kapcsolat nélküliség. Ezért van a sok válás, öngyilkosság, kivándorlás és így tovább. Ez ellen csak a művészet szépsége tud valamit segíteni, és ezért van szükség arra, hogy mindazt, amit a bukovinaiak megőriztek, azt felhasználjuk abban, hogy a szeretet közlésének, a művészetek gyakorlásának a módját elültessük a mai fiatalokon, hogy a társ kapcsolatokat megőrizhessük. Ugyanis a szeretetnek kell lenni a legfőbb törvénynek, hiszen enélkül nem működik semmi. Sem a társas kapcsolatainkban, sem a mindennapi életünkben.
Ezáltal tudjuk hagyományainkat szívből megélni, őrizni és továbbadni az utókornak.